Hölgyek, urak, üdvözlök mindenkit, ez itt a Max Tott ki a Katát Podcast, én Tusnádi és ma arról fogunk beszélni, hogy mit javaslok azoknak, akik vállalkozóvá szeretnének válni, vagy fiatal korukban gondolkodnak azon, hogy vállalkozók legyenek. Tehát, hogy vagy 20 évesként is gondolkozol azon, hogy vállalkozóvá válj. Ez a tanács, amit most adok, ez régebben máshogy nézett volna ki. Régebben azt mondtam volna, hogy azonnal kezd el a saját vállalkozásod, vágjál bele ebbe a történetbe, és valósítsd meg önmagad. Lehet, régebben ez lett volna a tanácsom. Viszont az évek alatt ez nyilván formálódott, és sokkal jobban felértékelődött a, a szememben a tapasztalat, és az, hogy valakitől tanulhass a 20 éveidben. Azt gondolom, hogy a 20 éveid nem feltétlenül kell, hogy arról szóljanak, hogy ott te mondjuk az anyagi szabadságodat létrehoz, létre tudod, nagyon jó. De alapvetően én azt javaslom, hogy ha vállalkozóvá szeretnél válni, és valaminek a specialistája szeretnél lenni, akkor menj el egy olyan személyhez megtanulni azt az adott dolgot, amiről beszélünk, aki annak jelenleg is a specialistája. Tehát ajánlod fel például egy szakértőnek, aki azon az adott területen dolgozik, hogy a, az idejért cserébe bármiben, ha segítesz neki igazából a vállalkozással kapcsolatban felmerülő dolgokban. Tehát felajánlod neki az idődet, hogy ha kell, akkor nem tudom, postára hangálsz, ha kell, akkor, akkor intézed neki az ügyes, bajos ügyeit, tehát bármi, amivel tudsz ő neki segíteni, csak egyszerűen legyél a közelében, Uh, és ő ezért cserébe, ugye láthatod, hogy folyamatosan hogyan gondolkozik, hogyan dolgozik, tanulhatsz tőle. Ennyit kér igazából tőle cserébe. Nem, fog mindenki, nem fogja mindenki odaadni az idejét, és nem fog mindenki foglalkozni veled, de lehet, hogy lesznek olyan emberek, akik úgy érzik, hogy ezáltal vissza tudnak neked adni. A másik az pedig az, hogy szimplán menj el egy olyan munkahelyre, ahol az adott dolgot meg tudod tanulni. Volt a cápák között egy rész, ahol Balog Levente, Frölik Balázsnak, aki a Skart motornak az alapító elektromos motorokat épít, ebben a részben a cápák elég szigorú véleménnyel voltak Balázsra kapcsolatosan, elég erős negatív kritikát kapott, hogy nincs elég tapasztalata elektromos motorgyártással kapcsolatosan, és igazából ezzel veszélyezteti embereknek az életét. Egy elég erős, tényleg erős kritikákat fogalmaztak meg, és számomra nem is a kritikák balázs irányába, hanem az, hogy balog-levente mentalitása volt az, ami a legtöbbet adta ebben az adásban, mert azt mondta levente, hogy hogy én is, amikor el akartam kezdeni az ásványvíz bizniszemet, akkor először nem elkezdtem egyből a vállalkozásomat létrehozni, hanem elmentem egy olyan céghez, ahol ezt ki tudtam tanulni, és művezetővé tudtam válni. Tehát egy, el tudott érni egy olyan magas beosztásba, ahol szépen végmászva a ranglétrát meg tudta tanulni azokat a készségeket, azokat a dolgokat, ahogy egy ilyen cég működik, és tulajdonképpen hát nemes egyszerűséggel, el tudta hozni azokat a dolgokat. Ilyenkor szoktuk ugye mondani, hogy inspirálta, de nyilván ilyenkor az ember elviszi azokat a dolgokat, amiket ott tanul, és ezzel semmi probléma nincsen. Tehát ha fiatalon vállalkozást szeretnél építeni, akkor azt javaslom, hogy azon túl, hogy a szabadidődben folyamatosan tanulj, kurzusokat néz, marketingről tanul, értékesítésről tanul, csapatépítésről tanul, tehát hogy fogyaszt az információt, a kurzusokat, hiszen az internet világában végtelen mennyiségben rendelkezünk olyan információval, amivel, amihez eddig igazából nem volt ilyen szinten szabad hozzáférésünk. Úgyhogy azt gondolom, ez egy óriási lehetőség, és fogyaszt ezeket a tartalmakat a szabadidőben, dolgozz akár ügyfeleknek először ingyen vagy alacsonyabb áron kivitelez, dolgoz nekik, szolgáltas nekik, viszont közben én azt javaslom, hogy legyen meg a türelmed azzal kapcsolatosan, hogy dolgozol valakinek, őtőle pedig, neki már most a legjobb abban, amit majd te szeretnél, őtőle tanulsz, és ellesed igazából azokat a tippeket, azokat a trükköket, amiket ők alkalmaznak, és folyamatosan tanulsz, fejlődsz, legyen meg az alázatod ahhoz, hogy ezt a három-öt évet, amire szükség van, ezt belerakod, és utána, vagy akár nyilván ez lehet tíz év is, és ez a három év azt gondolom már egy, egy egy jó időtartam, amiről beszélünk, itt azért már sok tapasztalat tud szertenni. Ha ez megtörtént, akkor gondolkozz azon, hogy ezt vállalkozásba viszed át. Nemrégiben készítettem egy interjút Szendrei Jádámmal, aki 2013-tól 2021-ig 8 év alatt nulláról egy 300 millió forint bevételű bizniszt épített fel Magyarország legnagyobb előfizetés rendszerét, a Tudástár Klubot. Ádám elmondja abban a videóban, hogy ő először ö, dolgozott a bankmonitornál, aztán az online katapultnál, úgy, hogy egyébként anyagilag ő megvolt, mert közben ketyegett egy vállalkozása, ahonnan hát majd, hogy nem félig meddig passzív érdelme származott, ami eltartotta volna őt, de ő azért ment el ezekre a munkahelyekre, hogy folyamatosan tanuljon, fejlődjön. Nem véletlenül, amikor 2017-18 környékén kilépett ezekről a a, az utolsó munkahelyről, utána nagyon-nagyon gyorsan fel tudta építeni a vállalkozását. Tehát itt az egészet, hogy elmondjam neked, hogy, vagy jól megérts, hogy miért javaslom azt, hogy először szerez meg ezt a tudást, azért javaslom ezt, mert itt, ha egy grafikonon néznénk, akkor ugye exponenciális a tudás, exponenciális a fejlődés. Tehát az első években amúgy is lassan gyűjtenéd a fejlődésedet, és utána van egy ilyen szép felévelő szakasz az exponenciális fejlődésbe. Itt Ádám nem véletlenül tudta, kvázi Két-három év leforgás alatt ezt a 300 milliós bizniszt felépíteni, azért mert előtte 6-7 éven keresztül erre készült, oké? Okay? Úgyhogy ezért javaslom azt neked, hogy neked is legyen meg ennek a felkészülésnek az időszaka, és ne azonnal akard megváltani fiatalon a világot, semmi probléma nincsen ezzel mondhatod, hogy közt a tanácsokat, 28 évesen felépítettél egy ilyen vállalkozás, 28 évesen vállalkozásra beszélsz, igen, de 14 évesen kezdtem. Tehát ezt ne felejtjük el, hogy 14 év van mögöttem, az online pókeres idők azok 8 éven keresztül, 8-9 éven keresztül tartottak, és ezután jött csak a következő vállalkozásom, ahol az elmúlt 2016-tól 17 től kezdve, ez a 4-5 év, ami mögöttem van, az pontosan azért tudott szintén nagyon gyors lenni, mert már megalapoztam az előtte lévő évekkel azt, hogy megtanultam például, hogy hogyan osszam az időmet, megtanultam, hogy hogyan kell lebontani ö, olyan dolgokat, nagy koncepciókat, amiket meg akarok tanulni, megtanultam, hogy hogyan legyek saját magam főnöke, ö, megtanultam azt, hogy, hogy egyáltalán benne volt a valóságom a pénzkezelést, akkor még nem tanultam meg, mint ezt elmondtam több videóba, de megtanultam azt, hogy igenis ez lehetséges, el lehet érni ezeket a dolgokat, és hogyha szorgalmas vagy, akkor ezek előbb-utóbb, amire vágysz, azok a dolgok a megjelennek az életedben, ha értéket hozol létre a vállalkozásod által mások életében. Jó, úgyhogy ezért ezt ne felejtsük el nálam, erre visszahozom a figyelmed, ez sem véletlenül, ugye 14-15 évről beszélünk, ezt javaslom neked is, legyél türelmes, építsd fel a szakmai tudásod, menj el, tanuld meg ezt másnál, és utána rapid módon, gyorsan építsd fel a saját vállalkozásod, úgyhogy igazából hogy Ádám is mondja az interjúba, máshol fizettek neked azért, hogy, hogy tanulj, és fizettek neked azért, hogy akár hibákat halmoz fel, nyilván ha túl sok hiba, akkor kirúgnak, de egy normális hiba határon belül hibáz, és ezeket megtanulod másnál úgy, hogy még fizetnek is neked. Jó, úgyhogy ezért javaslom azt, hogy ajánlj fel a segítségedet, vagy menj el valakihez dolgozni, lehet, hogy asszisztensként kezdett, tényleg futkározol a, 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 a a postára esetlegesen, utána pedig, utána pedig építs fel saját magad. És erről jutott eszembe, egyébként ezt nem terveztem a mai adásban, de pont erről a futkározásról jutott eszembe, hogy itt, ahol én például forgatom az interjúkat a Malom udvarban, innen nem messze, Uh, konkrétan volt egy forgatásunk 2016-ban, amikor én elhatároztam, hogy abba hagyom a pókert, és szeretnék uh, videókat készíteni, interjúkat készíteni, először pókerjátékosokkal, aztán, uh, aztán nyilván uh, ezt nyitva uh, bárki mással is, akkor az volt az első dolog, amit tettem, hogy felkerestem egy olyan ismerősömet, uh, írtam neki social médiában, akinek uh, egy nagy marketing ügynöksége van. Felkerestem uh, Csabit, és írtam neki, hogy figyelj, ha lesz egy következő forgatásatok, akkor bár, bármiben segítek, elmegyek uh, forgatni, Tényleg amiben kell, segítek nektek úgy, hogy előtte nekem olyan fizetéseim voltak a póker által, hogy mondhattam volna azt nagy egóval, hogy hát nem megyek el most én itt nem tudom össze-vissza futkározni egy forgatásra. De azt mondtam, elmegyek, mert meg, szeret, meg szeretném tanulni, hogy hogyan néz ki egy nagy forgatás, miket csinálnak. Csabi azt mondta, hogy jöhetek, segíthetek, és hát a forgatáson nem volt túl nagy szerepem, nyilván vizeket hoztam annak, akinek szüksége volt rá, és arra nagyon emlékszem, hogy volt egy francia buldog a forgatásban, aki... akinek nyáron forgattunk, melege volt a kutyának, és elfutottam, mondta Csabi, hogy menjek egy gyorsan a Tesco-ba, hozzak a kutyának ö, ö, virslit. Úgyhogy, ö, na hát, és futottam is érte, hogyha a futásra most gyorsan eszem, mert futottam azért a bizonyos virslét, jöttem vissza, hogy a kutyusnak oda tudjuk ezt adni a forgatásnál. Úgy mentem el arra két napról, hogy ö, Elképesztett, utána azonnal elképesztő dolgokat tanultam nagyon gyorsan, úgyhogy benne voltam a gyakorlatba, Nyilván nem tudtam megváltani a világot azzal a két nappal, amit ott megfigyeltem, de tényleg olyan apró dolgokat tudtam ellesni, amiket utána nekem volt egy forgatásom, és már azonnal be tudtam építeni és vannak itt ilyen apróságok is, hogy mondjuk láttam, hogy a forgatáson a, 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 szereplőnek a helyét mondjuk leszik szalagozzák, és akkor utána a forgatásnál is vittem a kis, a kis tépemet, és akkor leszik szalagoztam, hogy majd hova állok, hogy állítom be a kamerát, stb. Tehát ilyen apróságokra gondolok, amik eszedbe sültenek egyébként, ha nem vagy ott a közepében ennek a történetnek. Ezért javaslom azt, hogy ahelyett, hogy egyből elkezdenél rohanni, és ahelyett, hogy egyből fel akarnád építeni az óriási birodalmat, Uh, nyugodjál meg, légy szíves, nem kell sehova sietni, pár év alatt szerez meg a tudást, és utána nagyon gyorsan, hogyha megvan az a tudásod, akkor egy-két év leforgás alatt fel tudod építeni azt a dolgot úgy, hogy nem uh, a saját károdon kell ezeket megtanulni. Tudom, hogy fiatalon nehéz türelmesnek lenni, tudom, hogy mindent azonnal szeretnénk a következő másodpercben, nekem is megvolt ezzel a saját harcom természetesen, de remélem, hogy megfordul ezt a tanácsot, mert érted mondom. Ha úgy érzed, hogy értéket hoztam létre az életedben ezzel a mai adással, kérlek, hogy nyomj egy lájkot erre a videóra, iratkozz fel a csatornára, találkozunk a következő Maxot Kiakatát podcastban.